Köszöntöm Önöket! Ez a Galéria, az Alföld Televízió kulturális műsora. Én Víganna Judit vagyok. Mai műsorunkban átélhetik Ady Endre életének legfontosabb pillanatait a Száz titokkavarok című előadás során. Ellátogatunk a Vojtina Bábszínházban tartott Slam Poetry versenyre, továbbá beszélgetünk Újhelyi Kingával, a Csokonai Színház művészével. Tartsanak velünk! A vívódó, gyarló ember gondolatai és igazságai keltek életre számos művészeti ág segítségével, az Ady Endre életének főbb állomásait és meghatározó eszméit felmutató Száz titokkavarok című előadásban. Csík János és felesége, Ferenc Katalin, valamint Őze Áron álmodta színpadra ezt a darabot, amit a Debreceni Őszi Fesztivál keretében november 18-án láthatott a közönség a Kölcsei Központban. Itt röhelyes mámorba kerget víjó éjj csapat. Ott szem vagyok, nemesebb, hősebb, sejtelem csók minden dolog. Az előadások színűségében egyszerre volt jelen a szélsőséges és szenvedélyes magyar költő, akit a népzene, a jazz, a klasszikus és komoly zene, valamint a tánc egyszerre határozott meg. A zenés irodalmi est megannyi melódiája és táncos produkciója mellett Őze Áron tolmácsolásában mintegy 16 vers idézte meg a magyar irodalom kiválóságát. A legnagyobb Ady rajongóknak is szerintem tudunk újat mondani, legfőképpen ebben az egész komplexitásban, ahogy ez a műsor fölépült. De én szerintem a nagy Ady rajongók ismerik ezeket a verseket, holott ugyanakkor versválasztásban és válogatásban is nagyon sok olyan verset tettünk bele és szerkesztettünk bele, és mondok el, ami nem feltétlen a legismertebb, sőt, talán a legkevésbé ismert Ady versek. És ezek csemegék ilyen szempontból. Felszállott a pába, már legyen állam, sok szegény legyen lehet, szabad tudásában. Csík János a több mint 30 éve töretlen sikerrel működő Csík zenekar alapító tagja, énekkel közvetítette a jól ismert versorokat. A muzsikus szerint sok esetben a zene a legalkalmasabb eszköz a gondolatok érzelmi hátterének felfedésére. Én úgy hiszem, hogy a népzene egy nagyon szép ékes példája annak, hogy az ember zene milyen, a lelkünk, a hétköznapi életünk, de itt most meg fog szólalni ugyanúgy a párizsi Sanzon dallam, mert hiszem Ady Endre és Párizs egyértelmű, és a Szajna partján írt verse is megszól így egyben, ez így nagyon kedves párosítás, de ugyanúgy megszól a Debussy. És azt hiszem, hogy annak a kornak egy legkiemelkedőbb zeneszerzője volt, aki még maga Kodály és Bartók is egyfajta példaképe volt. A költő halálának 100. évfordulója alkalmából készült előadásban Ady Endrét, de általában az embert esszenciálisan meghatározó kérdések, mint a szerelem, az istenhit, a nemzeti öntudat és a magyarság egyaránt terítékre kerültek. Műsorunk következő vendégével, a Csokonai Színház Jászai Díja színésznőjével, Újhelyi Kingával, a Jerma című darabban játszott aktuális főszerepe kapcsán nem csak a színházi alakításáról, hanem a magánéletében játszott szerepeiről is beszélgettünk. Köszöntelek a műsorban, kedves Kinga, és egy furcsa kérdéssel kezdeném. Nagyon ritkán adatik az meg, hogy egy színész ajánlhatja azt a darabot, amiben éppen játszik. És most a 3. Magda Festen debütált a Jerma című García Lorca dráma, aminek te vagy a főszereplője. Most megteheted, hogy promózd azoknak a nézőknek, akiknek szeretnéd ezt az előadást.
rendben, én csak annyival egészíteném ki ezt a felvezetőt, hogy én vagyok ugyan a főszereplője, de mellette még ott van egy olyan környezet, egy olyan világ, ami nélkül Jerma nem lenne főszereplő, tehát számomra egyenértékű a Jerma figurája a környezetével, amiben beletartozik az összes szereplő, tehát a mosóasszonyoktól kezdve a férjen, a szeretőn és mindenkin keresztül. Visszatérve válaszolok a kérdésre, üzenem azoknak a színészeknek, akik hasonló helyzetbe fognak majd ezután kerülni, hogy megkapják ezt a lehetőséget, hogy ajánlhatják azt az előadást, amiben ők főszerepet játszanak, tegyük fel. Hát nem lesz könnyű dolguk, mert örülök ugyanennek a lehetőségnek, de nagyon-nagyon bonyolult dolog számomra ezt az előadást ajánlani, mert nagyon összetett, nagyon komplex. Nyilván az epicentruma az a gyerekvállalás és az ezzel kapcsolatos kérdések, problémák. De nem csak erről szól, tehát én ajánlom ezt az előadást olyan fiataloknak, akik még a párkapcsolat vagy párválasztás előtt állnak és küzdenek a világ előítéleteivel, dacolnak vele, szembe mennek velük, lázadoznak. Ajánlom olyan fiatal fiúknak, lányoknak, akik még a párválasztás előtt állnak, olyan fiatal pároknak, akik már együtt vannak, de még a gyerekvállalás kérdése előtt állnak, olyan fiatal pároknak, akiknek esetleg már van gyerekük, és az ezzel kapcsolatos pár problémákkal és a gyerekkel kapcsolatos problémákkal küzdenek, olyan pároknak, amelyek már hát érettebbek, bölcsebbek, sok mindent tanultak meg, láttak az életből, vagy esetleg még nem adatott meg nekik, hogy gyerekük legyen, és de foglalkoztatja őket napi szinten ez a problematika. Teszem azt a nő szerepe a társadalomban, a nő szerepe a helyzete a családon belül, a nő helyzete egy közösségen belül, a közösség és a nő viszonya, a férj helyzete és szerepe egy társadalomban, egy családon belül. Az ő problematikája a gyerekvállalással kapcsolatban, a férfi sterilitás. Szóval sok kérdést vet föl, és nem utolsó sorban ajánlom olyan pároknak, vagy élemedett korú embereknek, akik már sok mindenen túl vannak, és nagyon sokat tanultak már, és kaptak az élettől, és tanácsot tudnak adni azoknak a fiataloknak, akik még ezelőtt állnak, az élet előtt, a nagybetűs élet előtt. Hát igen, az alapvető probléma a darabban az, hogy Jármának nem sikerül a gyerek, és ezért küzd, hogy neki gyereke legyen. Ez nyilván rád olyan értelemben nem vonatkozik, hogy két gyermekes családanya vagy. Hála Istennek, viszont a karakter megformálásod az lenyűgöző. És arra volnék kíváncsi, hogy milyen a környezetedben hasonló esetet láttál esetleg, ami inspirált, hogy ezt így meg tud formálni. Volt-e ilyesmi esetleg, amiből tudtál táplálkozni? Hogyne. Elsősorban a saját személyes életemből. Én sem túl korán mentem férjhez, 30 fölött voltam már, amikor végre elszántam magam. Így utólag azt gondolom, hogy hát lehet, hogy úgy 20 és 30 között kellene ezt a lécet megugrani, hogy úgy mondjam. Aztán jött a gyerekvállalás kérdése, ami szintén egy leküzdendő akadály volt, mert a gyerek sem jött könnyen és magától, mint ahogy azt én gondoltam, hogy majd akkor na, pif-paf, és akkor Nem. Másfél évig küzdöttem, vagy hát küzdöttünk azért, hogy az első gyerekünk megszülessen, hála Istennek. Tehát én eljutottam nagyon sok kezelésen és kialvatlan éjszakán keresztül, már majdnem a
Kali intézetig, illetve nem majd nem, hanem odáig is elmentem. Már volt időpontom, amikor egyszer csak megtörtént. Valószínűleg azért, mert és azért nem jött össze, mert nagyon rágörcsöltem. Nagyon akartam. Tehát, hogy és itt van a magja a dolognak, amikor nagyon akarsz valamit, egyre görcsösebben kezdesz ragaszkodni hozzá, és egyre megszállottabbá válsz a gondolatának, akkor egyre nehezebben jön. Szóval ez mondjuk nem csak a gyerekkel van így, hanem általában sok az életben, sok mindennel. És ezen túl, vagy ezt követően sajnos volt egy vesztésem, amit nagyon nehezen éltem meg. Volt egy méhen kívüli terhességem, amit laparoszkópos műtéttel, életmentő műtéttel éltem túl. Tehát tudom, mit jelent az, hogy hoztam is, meg nem is. Van is, és nincs is. És aztán hála Istennek, a jó Isten adott még egy babát. Szóval ezek nagyon nehéz dolgok az életben. Volt miből merítenem, sajnos, de a közvetlen környezetemből is láttam olyan példákat, hogy hosszú éves párkapcsolatok mentek tönkre azért, mert végre, amiután mondjuk összeházasodtak és próbálkoztak, a gyerek az nem jött, nem akart jönni, és kiderült, hogy a férfi meddősége áll a háttérben, tehát steril. Nagyon sok mindenen mentek ők is keresztül, műtéten, stb. Aztán végül is megoldódott ez a probléma, vagy ez a kérdés más úton, módon. De hát számtalan példa van a környezetünkben, lombik program, beültetések, stb. Ami még most is számomra fájó, hogy a férfi sterilitásról nem sokat beszélünk. Tehát a női meddőség az valahogy olyan természetes, vagy elfogadott, vagy nem is tudom, arról az jobban a hétköznapi életünk része. A férfi meddőség nem, az még valahogy én mindig úgy érzékelem, hogy ez tabu. Tehát erről nem nagyon beszélgetnek. Hát, minthogyha őket védnénk ettől, pedig ők is ugyanúgy 50%-ban benne vannak a dologban. Tehát mindig a nő van kiemelve ebből a szempontból, hogy te vagy a hibás. Tehát, hogy... Igen, és ebben az előadásban is ez van valahogy így, többek között ez is föl van mutatva, hogy mindenért a nő a hibás. Tehát mindenért te vagy a vétkes, a falu szája csak miattad pörög, csak rólad pletykálnak, azért, mert te és te. Holott azért észre kéne venni, hogy igaz, hogy Lorka kevesebb jelenetet, vagy hogyha kilóra akarnák mérni, akkor kevesebb szöveget adott a férfi szereplők szájába, de én azt gondolom, hogy az ő jelenlétük és az ő problematikájuk ebben az előadásban legalább annyira súlyos, ha nem súlyosabb, mint a Jermájé. Kimondatlanul. Tehát ez az előadás a kimondatlan dolgoknak a tárhelye. Lehet ebből szemezgetni, válogatni, hogy kinek mi a fontos, mi az égető. Ki mit akar megérteni a kimondatlanságból. Így van. És valahol szembesítés is. Hát láttam előadás után olyan párokat a nézőtéren, hogy, és azért ők már látszott rajtuk, hogy már sok mindenen túl vannak, egyszerűen a hölgy majdnem lefolyt a székről, tehát annyira, tehát szó szerint beledöngölte az előadás a székbe, folyt a könnye, és a párja, a férfi nagyon jól öltözött, elegáns pár volt egyébként, tehát ő is így azt se tudta, hogy hova dugja a fejét. Szegény folyamatosan törölte, küzdöttek. Tehát látszik, hogy ez egy olyan égető, éles dolgot piszkált meg bennük a lelkük mélyén, ami tehát nagyon fölzaklatta őket. Hát mindenkit másképp érint meg. Kinek milyen élethelyzete van éppen. Igen, tehát és az előadás célja egyébként, szerintem a Lorka is azért írta meg. Ez egy, tehát a Jerma figurája, ez egy lázadó figura. Tehát szeretne kitörni az előítéletek világából, a
az úgynevezett hagyományok világából szembe szeretne menni bizonyos dolgokkal, mert egy célja van, gyereket szeretne, ami egy nő alapvető és természetes joga. De, tehát az ő küzdése ösztönös, tehát most ne úgy, tehát nem Mosfilm, ne úgy képzeljük el, hogy most a nagy hős, vagy Batman, vagy nem tudom én, hanem ez egy ösztönös és teljesen természetes, életszerű küzdés. És Lorca is ezért is írta meg szerintem ezt a darabot, mert 34-ben, amikor megjelent, már készült a későbbi, két évvel későbbi spanyol polgárháború, igen, tehát az előszelebben, ne volt a levegőben. Igen. Igen. Aztán ugye a Lorcát 36-ban kis végezték. Tehát ő próbált ezzel a darabbal is lázadni az akkori társadalmi viszonyok és politikai helyzet ellen. Tehát nekem arról is szól ez a darab, hogyha az egyént, az egyes embert, most legyen az férfi, nő, teljesen mindegy, de ha gúzsba kötik, akkor egyszer csak ezek a visszafojtott feszültségek valamikor a felszínre törnek, kirobbannak, és ebből lehet egy polgárháború is, vagy világháború, vagy bármi. Tehát ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Tehát az egyén elfojtottsága hogyan hat társadalmi szinten egy idő után nyilvánvalóan, tehát ez benne van. Anka Belu a rendezője a darabnak elképesztő balladisztikus hangulatot tud teremteni, nem először rendez a Csokonai Színházban, és erről híresek erről híresek a darabjai. Ti sem először játszottatok együtt 2014-ben, az Antigone című drámának szintén te voltál a főszereplője. Anka Belu román rendező, te pedig erdélyi származású vagy. Ez a romániai, illetve erdélyi lét, amit te is nagyon sokáig megtapasztaltál, sőt az erdélyi színjátszást is megtapasztaltad, közelebb tudott-e benneteket hozni egymáshoz? Hát, hogyne, hát az ismerettségünket egyébként megelőzi egy 2003-as keletkezésű, szintén Anka Bradu rendezte Ember tragédiája című előadás, amiben én is játszottam, még akkor főiskolás voltam, utolsó éves, vagy hát akkor főiskola volt, most már akadémia, a Marosvásárhelyi Szent György István Színművészeti Akadémia. Tehát nekünk az volt az első közös munkánk, de én az egyetemi éveim alatt már láttam előadásait, fantasztikus előadásait egyébként. A Tavasz ébredésétől kezdve az Elektrán keresztül nagyon nagy volt akkor úgy, és szerintem még most is ereje teljébe van. Már azért lecsillapodott az Enke egy kicsit, tehát hogy bölcsült ő is. De hát akkor nagyon fölkapták azokban az években, a 2000-es évek elején, Uniter díjra jelölték, meg is kapta, stb. Tehát hogy a hazai, már úgy hazai, hogy a romániai színházi szakmában az Anka Bradu az egy etalon, ez egy védjegy. És én nagyon örültem, amikor 2014-ben eljött hozzánk, és hát az Antigonét se úgy kaptam meg, hogy jaj, szia Kinga, tudod mit, gyere, legyél te az Antigoné, jó lesz ez így. Hát nem, casting volt. Hozta a zeneszerzőt, Anka maga mellett, tehát az alkotótársait, a koreográfusát, és egy háromnapos workshop volt, minden nap más, tehát az egy első nap zenével foglalkoztunk, aztán a második nap a koreográfiákkal, mozgás, és akkor ott volt a stáb, hát mindig az a csapat, aki éppen ráér, aki nincs más darabban, nem próbál, vagy nem játszik. És miközben még etüdöztünk is, tehát jelenetecskéket próbálgattunk, és ennek a végén született meg a szereposztás, és így lettem én Antigone. Az szintén egy nagyon-nagyon jó munka volt, mindenki kivétel nélkül, tehát meg lehet kérdezni. Élvezte a próba folyamatot, mert az Anka, tehát a román színjátszás az rendkívül zsigerileg hat és dolgoztat meg. Nagyon ösztönös színház, és nagyon vehemens.
És ez közel hozzád hozzá. nagyon illik, igen, ez hozzád nagyon illik. Hát, mert én is ilyen forró fejű vagyok. Igen. Míg a hazai, tehát a magyar szíj, a magyarországi színjátszás az egy kicsit máshonnan közelíti meg a erre a különbségre a lettem volna kíváncsi, igen hát abszolút érzem más. Én is. Tehát, hogy csak egy apró példa, olvasópróba, elolvassuk a szöveget, és mit tudom én, akkor itt megállunk mondatról mondatról, hogy de ezt miért? Vagy a próba folyamat közben mond valamit a rendező, és akkor a magyar, a színész az így megáll, és na jó, de miért kell nekem ezt csinálnom? De honnan? De hogy jutok oda? És, tehát, hogy elméleti, sokkal inkább elméleti. Még a román színész azt mondja, hogy gyerünk, csináljuk. Csináljuk. Aztán meglátjuk, hogy ez működik, vagy nem működik, de tehát az akció színhelye a román színház, hogyha úgy tetszik. És akkor hál' Istennek, ugye azért az Enkeit még rendezte az Orlandót igen. közben. Csak az egy monodráma az volt. Az egy monodráma volt. Sárkozy Nagy Ilona volt a szereplő. Igen. És ez a Jerma, szerintem közös ötlet volt, vagy nem is tudom pontosan kinek volt, hogy most az Enkának volt az ötlete, vagy a Gemza Péternek, tehát így a színházi vezetésnek. Valószínűleg. De azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy rátaláltak, attól függetlenül, hogy most ki játssza a főszerepet, vagy ki nem, mert engem például személy szerint, engem, mint Újhelyi Kingát, nem mint a színésznőt, folyamatosan foglalkoztat ez a egyrészt a párkapcsolati problémák, hiszen vannak ilyen és ilyen napok, akik párkapcsolatban élnek, azok tudják. Illetve hát a gyerekvállalás kérdése, mint olyan, már annyira inkább a gyereknevelés problematikájával küzdök nap, mint nap. De azért látok magam körül embereket, akár a közvetlen környezetemben, a családomban is, akik még mindig küzdenek ilyen dolgokkal, és nem mindig tudok nagy okosságokat mondani. És ennek a darabnak vagy előadásnak sem az a célja, hogy most ez az előadás megmondja a tutit, és itt a megoldás, barátom, tessék. Nem, lehetőségeket vázol fel, azért nagyon jó, mert lehetőségeket vázol fel, igen. Szembesít, esetleg. És én abban reménykedem, hogy ha ezt az előadást megnézik a nézők, és hazamennek, utána elgondolkodnak egy kicsit dolgokon. Hát, hogyha a következő nap az már egy kicsit jobban fog indulni, vagy másképp közelednek egymáshoz az emberek, vagy megnyugtatja őket, vagy fölzaklatja, és elindulnak és akkor a fölzaklatás miatt indulnak el valamerre. Igen, hogy valamire ösztönzi, igen. Esetleg cselekvésre, tettekre. Én csak ebben bízom, és nem is akar többet ennél. Én úgy tudom, hogy Szabó K. István rendezővel, aki szintén többször volt már itt a Csokonai Színházban rendezni, egy nagyon izgalmas projektre készültök. Erről két mondatot, ha mondanál nekünk. Igen, a közös pontja ennek a két előadásnak, tehát ami már megvan, a Jerma, és ami lesz, aminek az a címe, hogy Anya öl, az a kulcsfigura, mind a két darabnak a női szereplője nagyon erősen szeretne gyereket. Tehát ez a közös pont. Míg a Jermának nem adatik meg ez a lehetőség, az anyaölben szereplő figurának, aki Dancs Rózsának hívnak, aki egyébként ma is él, tehát ez egy igaz történet, ez a monodráma, ami most készül. Neki 8 terhessége volt, ebből a 8 terhességből 2 úszta meg, hogy úgy mondjam, vagy él a mai napig. Ők kint élnek Kanadában, Torontóban. És hát most ez úgy sors tragédia, vagy egy nőnek a tragédiája, ami hasonlatos számos erdélyi asszonynak a tragédiájával a Ceausescu rendszerben. Tehát ez a rendszerről is szól, a kommunista diktatúráról. Amiben te tulajdonképpen szintén felnőttél. Hát beleszülettem, és igen. Ezzel éltem együtt egy jó darab. Hát 89-ig. 89-ig, igen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az interjút, Kinga, és további sikeres évadot kívánok neked. Nektek is. Köszönjük szépen. Köszönöm. Slam, báb, poetry.
Ezek voltak a hívószavai november 8-án a Keleti Régió nagy szlem versenyének, amelynek idén újra a Vojtina Bábszínház adott otthont. Rengeteg újdonsággal készültek a szervezők, amelyek még inkább tetézték az izgalmakat. A most következő összeállításban betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen is ez a közösség, és milyen hangulattal bír egy ilyen underground-es Debrecenben. Szinte teljesen megtelt november 8-án este a Vojtina Bábszínház nagyterme, ahol szlemmerek vették kezükbe a mikrofont és mutatták meg egyéniségüket egy érdekes, nem túl szokványos műfaj keretén belül. Ám ez alkalommal új kihívással kellett szembenézniük a versenyzőknek, hiszen kötelezően eszközhasználatra voltak ítélve, ez a szabály pedig teljesen egyedülálló az országban. A Debreceni Klub egyik sajátossága, hogy az események mindig kapnak egy témát. Ez most az elfogadás volt, a fellépőknek pedig e köré kellett felépíteniük szövegeiket. Ez azért is fontos, mert az este így kapcsolódott a Bábszínház közelgő premieréhez. A színház azonban nem csak témaötletet adott az estéhez. Ebben az évben annyiban tudtak még hozzánk csatlakozni, hogy a színpadon egy különleges installációt állítottak össze, amely egyfajta bábtörténeti installáció. Ebben az installációban több korszakot felölelőleg van néhány bábú, amely hát tulajdonképpen stílusában is különbözik mindegyik egymástól, és korszakában is, amelyben mondjuk ő inkább vendégszerepelt. Ráadásul maga a témája az estének, amely az elfogadás volt, kapcsolódik az Óriásölő Margaret című darabhoz. Ennek az előadásnak ugyanis az egyik legfontosabb üzenete egymás elfogadása. Autista vagyok, de én is ember vagyok, így fogadj el! A versenyzők igyekeztek eszközeiket és az est témáját is összehangolni, ezáltal érdekesebbnél érdekesebb szövegek születtek, amelyeket egy ötfős szakmai zsűri pontozott. Ezúttal talán még nehezebb dolguk volt a fellépőknek, hiszen egy országos bajnok szlemmer előtt is bizonyítaniuk kellett. Sárközi Richard október 23-án akkorát brillírozott a 8. Slam Poetry országos bajnokság döntőjében, hogy meg is nyerte azt. Azonban most más feladata is volt, értékelnie kellett Slammer társait az általa legfontosabbnak tartott szempontok alapján. Nagyon izgulok, mert még sosem voltam zsűritag, de vallom őszintén. Az egyediséget az biztos, meg azt, hogy mennyire tud elkapni egy szöveg. Ha van egy jó húk az elején, amit végig tud aztán vinni a Slammer, ha van egy erős koncepciója, ha van egy meglátása, amit jól el tud mondani, az nekem nagyon fontos. Természetesen nem csak a zsűrinek volt beleszólása a produkciókba, a közönség csettintéssel jelezte, ha valami nagyon tetszett, vagy éppen csak biztatásra szorult a versenyző. A színpadra több megyéből is érkeztek azért, hogy kifejezzék önmagukat. Volt olyan, aki élete első slam szövegét adta elő, volt páros produkció, és egy külföldi szemszögéből is ráláthatott a közönség az elfogadás fontosságára. Olyan más vagy. I'm not different. I'm the same as you. I have two legs like you. I have two hands like you. And I have two eyes like you. I'm not different. Önök a galériát látták, legközelebb is igazi kulturális csemegékkel várjuk nézőinket, érdemes lesz akkor is velünk tartani. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!